Sziasztok, a nevem Veronika. Ma egy újabb érdekes történetet hoztam el nektek. A mai sztori címe lehetne az is, hogy azon az éjszakán, amikor öngyilkosságot tervez, egy 17 éves lányt elrabolnak, és azon kapja magát, hogy az életben maradásért küzd. Sok ember a bámulatos életösztönének és gondolkodó képességének köszönheti, hogy nem lett áldozat belőlük. Milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy valaki ne váljon sorozatgyilkos áldozatává? Erre a kérdésre kereste a választ Stephen Harbour. A német kriminológus 150 német gyilkost és bünteteiket vizsgálta meg, majd végül rájött, hogy a vizsgált gyilkosok átlagosan 31 lehetséges áldozattal kerültek kapcsolatba, még azelőtt, hogy végül elkaptak volna valakit. Ez azt jelenti, hogy az áldozatokénál jóval magasabb azoknak a száma, akiknek sikerült elkerülniük a brutális véget. A potenciális jelöltek nagy része soha nem tudja meg, hogy veszélyben forgott az élete, ám akadnak, akik jól tudják, hogy milyen kegyetlen véget sikerült elkerülniük. A mai ijesztő történet beleillene egy hollywoodi filmbe, de ez is megtörtént valós esemény. Magáról a sorozatgyilkosról beszélnék pár szót. Florida egyik leghírhettebb sorozatgyilkosa, akitől Tampa Bay lakói 8 hónapon keresztül rettegtek. A férfi legalább 10 nőt bántalmazott és gyilkolt meg. A sorozatgyilkos neve Robert Joseph Long, más néven Bobby Joe Long. Long az 1978-as Dodge Magnumban autózott és nőket keresett a prostitúcióról ismert területeken. Long 1953. október 14-én született a nyugat virginiai Kenovában. Édesanyjával, Luellával gyermekként Miamiba költöztek. Longnak diszfunkcionális kapcsolata volt az anyjával. Luella koktélpincérnő volt, feltűnő, kivágott ruhákban járkált, és elég furcsa férfiakat vitt haza egyes éjszakákon. A nőkkel szembeni érzései az anyjával kezdődtek. Long 13 éves koráig az anyja ágyában aludt. Állítólag az anya furcsán kezelte, nem nézte jó szemmel a fiú barátait sem. A sorozatgyilkosok gyakran szorongó gyermekkori tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek később bűncselekményeiket diktálják. Például Long esetében gyerekkorában leesett egy hintáról, 5 éves korában már több fejsérülést szenvedett el, az iskolában is könnyörtelenül zaklatták. Azért zaklatták, mert Longnak volt egy extra kromoszómája, ez genetikai rendellenesség túlzott ösztrogén termelést eredményezett, ezért bizonyos női tulajdonságokat, például a mell fejlődését eredményezte. Longot gyerekkorában ezért nagyon sokat csúfolták, majd serdülőkorában mellcsökkentő műtéten esett át. A hadseregbe való besorolása után Long egy újabb felsérülést szenvedett, amikor leesett egy motorról. A kórházban tartózkodása alatt kezdődtek a kiszámíthatatlan és erőszakos kitörései. Növekvő megszállottsága alakult ki a szex iránt is. 1974-ben feleségül vette barátnőjét, két gyermekük született, egy nap megragadta, folytogatta, és a fejét a televízióba csapta. Számos zúzódást szerzett a homlokán, és elvesztette az eszméletét is a nő. Arra kelt, hogy a kanapén feküdt, Longot volt, sírt, azt mondta a férfi, hogy soha többé nem tesz ilyet, meg hogy nagyon sajnálja. A következő pillanatban Long meg is fenyegette, hogy amikor elmész a kórházba a sebeidet ellátni, beköttetni, és hogyha egy szót is mersz szólni, amikor hazajössz, akkor megöllek. Azt mondta a nő, hogy miután Long megverte őt, a nő töltött egy puskát, és Longra mutatott, azzal szándéka, hogy lelövi, de végül is nem volt elég bátorsága vagy ereje ehhez. Ezt nagyon sajnálja a nő, hogy nem lőtt agyon a brutális verés után Longot, mert ez a döntése azóta is kísérti. Ugye tekintettel azokra a nőkre, akik később Long áldozatai lettek. Majd 1980-ban be is adták a vállókeresetet. A válásuk után Long heves dübe kezdett a nők ellen, amely tucatnyi nemi erőszakot is magában foglalt. Az ex-feleség Miami környékén élt, míg Long nőket ölt. Bár még mindig félt tőle, rendszeresen beszéltek, mert látogatási joga volt a gyermekeikhez. 1981 körül Long elkezdett kapcsolatba lépni a nőkkel a Penny Saver és más apró hirdetések révén. Amikor Long egyedül talált egy nőt, kérte, hogy hadd használja a fürdőszobát, elővette az úgynevezett nemi erőszakos készletét, például kést, kötelet, ilyesmit, majd megerőszakolta és kirabolta a nőket.
Longot 1981-ben nemi erőszakért elítélték, de új tárgyalást kért, amelyet megadtak, a vádakat pedig később ejtették. Long 1983-ban a Tampa-ből környékére költözött. Hosszú időn át legalább 50 nemi erőszakot követett el Fort Lauderdale-ben, Ocala-ban, Miami-ben és Dade megyében. Long átnézte az apró hirdetéseket és időpontot egyeztetett az eladásra szánt termékek megtekintéséhez. Ha egy nő válaszolt az ajtókopogásra, és megbizonyosodott, hogy egyedül van otthon a nő, akkor azokat a nőket megerőszakolta. A következő 8 hónapban Long elrabolt, megerőszakolt és meggyilkolt legalább 10 nőt a Tampa-öböl térségének 3 megyéjében. A vizsgálatban a Hillsborough megyei sheriff hivatal, az FBI, a Tampai rendőrség, a Pasco megyei sheriff hivatal és a floridai rendészeti minisztérium munkatársai vettek részt. Az áldozatok holttestét jellemzően a gyilkosságok után jóval a bomlás állapotában találták meg, miután egy vidéki útszélére dobták vagy az erdőbe hurcolták. Úgy tűnt, hogy Long a veszélyeztetett nőket célozta meg, beleértve az egyedül sétáló nőket és a szexmunkásként dolgozókat. Rábírta őket, hogy a nők szálljanak be az autójába, ott pedig megerőszakolta és megkínoszta őket. Long 10 ismert áldozatok közül 5-öt szexmunkásként, 2-öt egzotikus táncosként azonosítottak. A fennmaradó 3 áldozat egy gyári munkás, egy diák és egy ismeretlen foglalkozású volt. Most pár szóban bemutatom nektek az ismert áldozatokat. Az első Artis N. Wick, 20 éves. 1984. március 27-én ölte meg. A szexmunkás Long első áldozata volt, megerőszakolta és megfojtotta. A rendőrség 1984. november 22-én találta meg Wick csontvázának maradványait a vidéki déli Hillsborough megyében. A második áldozata, Miss Long, 19 éves volt. 1984. május 13-án ölte meg. A dél-kaliforniai nő februárban érkezett Tampába, és táncosként dolgozott a Starlight Lounge-ban és a Sly Fox Lounge-ban. Long nemrégiben abbahagyta a Tampa szórakozó helyeken végzett munkáját, mint exotikus táncos, hogy művészetet és filmezést tanuljon a dél-floridai egyetemen. Holttestére 1984. május 13-án egy felüljáron találtak rá. Mesztelen volt, és a kötéllel volt megkötözve. A harmadik áldozat, Michelle Dennis Sims, 1984. május 27-én ölte meg. A kaliforniai San Bernardino megyében született, és szépségversenyeken vett részt. Mielőtt 1984. májusában Tampába érkezett, recepciósként dolgozott egy Fort Pierce-i masszázszalonban. A rendőrök megkíselve és megkötözve találták meg a holttestét egy felüljáró közelében. Negyedik áldozata Linda Nuttall 1984. májusában megtámadta, viszont a nő túlélte. Long válaszolt egy bútor eladási hirdetésre. A nemi erőszakot úgy követte el, hogy ezalatt Nuttall gyermekei házban voltak, viszont Lindának sikerült megmenekülnie. Az ötödik áldozat Elizabeth Ludenbach 22 éves. 1984. július 8-án ölte meg. Ludenbach forrasztóként dolgozott egy odesszai gyártóüzemben. Szüleivel és fiatalabb testvéreivel élt együtt egy mobil otthonparkban, és mindössze néhány háztömnyire attól a sugárútól, ahol a többi áldozat dolgozott. A rendőrök június 24-én fedezték fel a holttestét. Egy narancslégetben hagyták, megerőszakolták és megfojtották. Hatodik áldozata Vicky Mary Elliott 21 éves, 1984. szeptember 7-én ölte meg. Vicky a Ramadain kávézóban dolgozott, és az akkori beszámolók szerint remélte, hogy visszatérhet Michiganbe, hogy ott dolgozhasson mentőorvosként. Szeptember 7-én tűnt el. A szomszédjától kért egy fuvart a munkába, de mire a szomszéd megjelent, Elliott eltűnt. A rendőrség november 16-án találta meg a holttestét Tampa északkeleti részén, a Bozortban. A hetedik áldozata Chanel Devon Williams, 18 éves. 1984. október 7-én ölte meg. Williams alig egy hónappal a brutális gyilkosság előtt költözött Tampába, Winter Havenbe. Prostituáltként dolgozott. Utoljára szeptember 30-án este látták a Nebraska sugárút utca sarkán. Holttestét október 7-én találták meg, fejbe és nyakba lőtték. 8. áldozata Karen Bess Dinsfried, 28 éves, 1984. október 14-én ölte meg. Állítólag halála idején prostituáltként dolgozott.
Dinsfriedet megfojtva találták egy narancslegedben Hillsboro északkeleti részén, 7 órával azután, hogy utoljára látták a Nebraska sugárúti járdáján. 9. áldozata Kimberly Kyle Hobbs, 22 éves, 1984. október 31-én ölte meg. Hobbs Tampa városában élt, bár keveset lehet tudni Hobbsról, utoljára október közepén látták sétálni prostituáltak csoportjával Nebraska közelében. Holttestét Halloween alkalmával találták meg Tampától északra. 10. áldozata Lisa McVay, 17 éves, 1984. november 3-án támadta meg. Erről az esetről hamarosan bővebben is beszélek. 11. áldozata Virginia Lee Johnson, 18 éves. 1984. november 6-án ölte meg. A nő Connecticutban született, néhány évig Floridában élt, majd Tampa öbölbe költözött. Október végén tűnt el, szintén a Nebraska sugárút környékéről. November 6-án találták meg, de a rendőrség kezdetben nem tudta azonosítani a holttestet. 12. áldozata Kim Mary Sven, 21 éves. 1984. november 11-én ölte meg. Sven rövid ideig dolgozott táncosnőként a Sly Fox-ban. Alig néhány hónappal a halál előtt úgy döntött, hogy változtatni akar az életén. Lisa elrablásának estéje. Long 10. ismert áldozatát 1984. november 3-án rabolt el. A 17 éves Lisa kerékpárjával indult nagymamája házába, a munkahelyéről. Long lerántotta a lányt a bicikliről, majd megkötözte és betuszkolt az autójába. Bekötötte a lány szemét, majd fegyverrel félemlítette meg. A sorozatgyilkos a lakására vitte a lányt. És itt a következő 26 órában rendszeresen szexuális erőszakot követett el rajta, és többször megkínoszta. McVay megpróbált kapcsolatba lépni a fogvatartójával érzelmileg, még akkor is, amikor többször megerőszakolta és megverte. McVay érezte, hogy meg fog halni, ezért próbált erőfeszítéseket tenni, hogy minél több tárgyi bizonyítékot hagyjon maga után. Például amikor bekötött szemmel, de a fürdőszobában volt, akkor is próbálta az új lenyomatait mindenhol ott hagyni, a csapon, a csap mögött, mindent megfogdosott, hogyha ő meghal, akkor a rendőrök megfelelő bizonyítékot találjanak, tehát hogy ne tudjon Long minden bizonyítékot eltüntetni. McVay próbálta nyugodtan kezelni a helyzetet, és úgy beszélt a gyilkossal, mint egy kislány. Így próbált kapcsolatot teremteni kettőjük között. A lány próbálta emberivé tenni magát. Hát ha ezzel csökken annak az esélye, hogy a férfi megöli. A bizarr kedvesség pillanatában, amikor Long megmosta a lány haját a fürdőszobában, McVay megkérdezte tőle, hogy miért tette ezt vele. A férfi azt mondta, hogy a nők iránti gyűlölete miatt. A nő továbbra is hallgatta, amint beszél a nőivel kapcsolatos problémáiról, és együttérzést mutatott. Még azt is felajánlotta, hogy titkos barátnője, szeretője lesz neki, és ezt az egészet senkinek nem mondja el. Aztán McVaynek azt hazudta, hogy beteg apja kizárólagos gondozója a lány, tehát hogyha őt megöli, akkor a beteg apja otthon egyedül marad, és nem lesz, aki ápolja őt. Ezzel, hogy egy beteg szülő egyetlen gyermeke, ezzel rokon szenvet váltott ki Longból. És a dolog bevált, mert Long nem ölte meg a lányt, hanem kitette a környéken, és utasította, hogy menekülés közben 5 percig tartsa a szemét bekötve. A lány miután hazafutott a nagyszülői házba, nem hittek neki, sőt 5 órán keresztül vallatták, és verték, és faggatták, hogy hol volt. Végül telefonon hívták a rendőrséget. McVay őszintén elmondta a tapasztalatait a bántalmazás áldozataként, még az elrablása előtt. Nuland előző este megírta a búcsúlevelét, mert azt tervezte, hogy hazaérve a munkából megöli magát, mert nem tudta tovább elviselni, hogy éveken át megerőszakolta a nagymamája barátja. Amikor azonban Long kezébe került, akkor feltámadt a nőben az életösztön, és eldöntötte, hogy küzdeni fog. Nuland a bűnügyi misrokban halottakat használta fel. Azt mondta, abban az időben, amikor a fejemhez tette a fegyvert, nem volt újdonság. Azt is mondta, hogy korábbi bántalmazásával tudta, hogy ha harcol, az még jobban feldühíti a támadóját. Azt mondja, meg kellett tanulnom, ki ő, mi késztette rá. Ha rosszul tettem volna, véget vethet az életemnek. Nuland a puszta esze és szívósága révén képes volt elmenekülni. Elegendő információt gyűjtött elfogójának autójáról, amelyet Long az elrablásra vezetett,
Beszélt a férfi lakásáról, hogy hány lépcső vezetett föl a férfi lakásába, az odavezető útvonalról is, mindent próbált a lány a csomagtartóba zárva megjegyezni, hogyha bármit hallott. Arról is beszélt, amikor hallott, hogy a férfi ATM-et használt, és azt is próbálta megcsatolni, hogy az melyik időtájba lehetett. Ezek a részletek vezettek ahhoz, hogy a rendőrség azonosította sorozatgyilkost, azaz Longot. A tisztek megkezdték a megfigyelési műveletet, és 1984. november 16-án egy mozi előtt letartóztatták Longot szexuális erőszak és megvé elrablása miatt. Elfogása idején a nyomozók többféle igazságügyi bizonyítékot gyűjtöttek össze, beleértve a ruházatot, a szőnyegszálakat, a spermát, a kötélcsomókat. A korábbi gyilkosságoknál több áldozat holttestén találtak vörös szőnyegszálakat. Ezeket a bizonyítékokat is már összetudták kapcsolni a tettessel. Liza később tudta meg, hogy az elkövető, Bobby Long, legalább 10 gyilkosságért és több mint 50 nemi erőszakért volt felelős. A lány gyors gondolkodása és hihetetlen figyelme és a részletek megőrzésében nem csak a saját életét, hanem még több nő potenciális életét is megmentette. Fiatalkora ellenére Liza túl tudott járni az elrablója esztén, és a támadások egyik ismert túlélője lett. Az egyik rossz helyzet egy másik rossz helyzetbe vitte, de ez megmentette az életét. Long beleegyezett a kihallgatásba. Miután a nyomozóknak beismerő vallomást tett a McVay ügyben, a kihallgatás a Temple-ben lezajlott szexuális gyilkosságok sorozatára összpontosított. Miközben a nyomozók Longot kérdezték a gyilkosságokról, ezt válaszolta: inkább nem válaszolok erre. Majd a nyomozók folytatták a kihallgatást, és hosszú órákon át fényképeket mutogattak neki a gyilkosság különböző áldozatairól. Ezen a ponton Long kijelentette, hogy azt hiszem, szükségem lehet egy ügyvédre. Ügyvédet nem biztosítottak, és Long végül 8 gyilkosságot vallott be Hillsborough megyében, és egy gyilkosságot Pasco megyében. Az FBI bizonyítékainak elemzése Long járművét összekapcsolta a legtöbb áldozattal. 1985. szeptember 23-án Long elismerte bűnösségét a McVay elleni bűncselekményben, valamint további 8 rendbeli, elsőfokú gyilkosságban, 8 emberrablásban és 7 szexuális erőszakban. A floridai korrekciós minisztérium szerint Long végül egy 5 éves, 4,99 éves, 28 életfogytiktartó és egy halálbüntetést kapott. Long későbbi fellebbezéseit elutasították, és a 65 éves Bobby Joe Longot halálos injekcióval végezték ki 2019. május 23-án, több mint 30 évvel az elítélése után. Utolsó étkezését helyi idő szerint reggel 9.30-kor fogyasztotta el. Sült marhahúst, szalonnát, hasább burgonyát és szódát kért. 18.55-kor halottnak nyilvánították, és nem tett utolsó nyilatkozatot. Amikor Longot 2019. május 23-án kivégezték, McVay és egy másik túlélő, Linda Nuttall is jelen voltak. A floridai sorozatgyilkos ex-felesége azt mondta, hogy Long azt kapja, amit megérdemel. Az ex-feleség azt mondta, hogy megbocsátja a férfinak mindazt, amit vele tett, a fizikai erőszakot, meg minden mást, de nem hiszi, hogy valaha is megbocsátja neki, amit a gyerekeinek okozott, és soha se bocsátja meg neki azt, amit azokkal a lányokkal tett, akik az ő áldozatai lettek. Néhány évvel a megpróbáltatás után McVay a bűnöldözés területén kezdte el karrierjét. 1994-ben McVay a Hillsborough megyei rekreációs osztálynál kezdett dolgozni. Amikor bejelentette egy betörést az irodában, a helyszínre érkező helyettes azt mondta: megvan a hozzáállásod, hogy rendőr legyél. Gondoltál már erre? 1999-ben áthelyezték a Hillsborough megyei sheriff hivatalba, majd tartalékos helyettes lett. A rendőri akadémián végzett, ma már ugyanazon az osztályon dolgozik, ahol megtalálták és letartóztatták fogvatartóját. Liza a szexuális bűncselekmények leküzdésére és a gyermekek védelmére szakosodott. Középiskolai diákoknak tart előadást, és történetével arra tanítja a diákokat, hogyan kell kezelni a potenciálisan veszélyes helyzeteket. Remélem érdekes volt ez a videó is számotokra. Ha igen, akkor nyomj egy lájkot, esetleg hagyj egy üzenetet, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!